karácsonyi fényekbe borult Budapest belvárosa advent első vasárnapján. A Békásmegyeri piac közösségi terén lévő karácsonyi vásárban sincs ez másképpen. Annak ellenére, hogy itt is csak védettségi igazolvány ellenében lehetett élvezni a karácsonyi forgatagot, sokan ellátogattak a vásárba. Rengetegen álltak sorba az ilyenkor különösen népszerű forrart borért is. A hordók neve alapján mindenki ki tud igazodni, hogy kihez melyik fajta illik igazán. Az úriember nem tudom, hogy melyiket tudja ajánlani, esetleg a meggyesvörös búfelejtőt, vagy a csajos málnásat, mik a legnépszerűbb italok önnél? Ajánlani mindegyiket tudom, ki melyik gyümölcsöt szereti, és ki a kevésbé édeset, ki a jobban édeset, mert a meggyes azért az egy kicsit fanyarkásabb, a málnás a csajos, az pedig az édesebb. A pas is meg a legjobb. A vásári finomságok és más különlegességek mellett a Békásmegyeri piac közösségi terén november 27-én megnyílt a 200 négyzetméteres jégpálya is, amelyet díjtalanul használhatnak a vendégek. A korcsolya pályát azonnal birtokba is vették a sportolni vágyó kicsik és nagyok. Óbuda Békásmegyer önkormányzat idén is meghirdeti adománygyűjtő akcióját advent idején. 2021-ben a Jópásztor Anyaotthonnak, az Oltalom Karitatív Egyesületnek és az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnak gyűjtenek. Érdemes tudni róluk, hogy egy nagyon elkötelezett rendről van szó, aki a harmadik kerületben egy anyaotthont tartanak fent. A kerületi önkormányzat rendszerével együttműködve, gyakorlatilag azt tetszik szimbiózisban, és idén a rendkívül rangos Fischer Ágoston díjat, ami a harmadik kerületi szociális díj, kapta meg ez a fajta elképesztő tevékenység, amit a kongregáció végez, az anyaotthon végez, és idén pontosan ezért kérünk mindenkit arra, hogy itt helyben pénzadományokat, illetve az obuda.hu-n szereplő a kongregáció számla számára pedig átutalásos adományokat juttassanak el, hiszen biztos lehet benne mindenki, hogy minden egyes forint, amit a jópásztor nővérek kapnak, az anyaotthon kap, nagyon-nagyon jó helyre megy, olyan családokat segít vele, akik nagyon várják ezt a segítséget, és olyan közösséget segítenek, akik nagyon elkötelezettek a szegény emberek támogatásáért. Az adventi időszak lényege a várakozás, a magunkba fordulás és az elcsendesedés. Bár a hidegtéli napokon jól esik részt venni a vásári forgatagban és a kiváló koncerteken, mégis fontos, hogy átérezzük az adventi várakozás igazi értelmét. A négy adventi gyertya meggyújtása is ezt szolgálja, hiszen ilyenkor kicsit elcsendesedünk és örülünk a fellobbanó apró fényeknek, amelyek egyre közelebb visznek bennünket a karácsonyhoz.